Szia! Ebben a videóban pár feladaton keresztül megmutatom, hogy hogyan kell a színusztétát alkalmazni a háromszögekre vonatkozó feladatok esetén. Az első példában adott egy háromszög, aminek az egyik szöge 45 fokos, a másik ismert szöge pedig 40 fokos. Látható, hogy ez most nem egy derékszögű háromszög, mert 45 meg 40 egyenlő 85 fokkal, tehát 95 fokos a harmadik szög azaz egy teljesen általános háromszögről van szó. A 45 fokos szöggel szemközti oldal 10 egység hosszú, a 40 fokos szöggel szemközti oldal pedig x hosszúságú. Meg kell határozni x értékét. Lehetne csak simán a trigonometriai alapismerteket használni. Ha a felső csúcsból merőleges állítunk az alapra, és kihasználjuk a kialakuló derékszögű háromszögeket, akkor megoldható a feladat mindig megfelelő opció a derékszögű háromszögek kialakítása és a szögfüggvények felhasználása. Most a gyorsabb megoldást mutatom be. Ha ismered a színusztétát, akkor elég egy egyenletet felírni. x per 10 egyenlő színusz 40 fok per színusz 45 fokkal. Tehát veszük a két oldal arányát. Ez az arány egyenlő az oldalakkal szemközt lévő szögek színuszának arányával tehát az x van a számlálóban, így a vele szemközt lévő szög a 40 fok színusza kerül a másik oldalon a számlálóba. 10 van a nevezőben, ehhez pedig a vele szemközt lévő szög a 45 fok színusza kerül a másik oldalon a nevezőbe. Ezt a felírási formát jegyezd meg, hasznos képlet. Átrendezés után megkapjuk, hogy x egyenlő 10 szer színusz 40 fok per színusz 45 fokkal, azaz 9,9 századdal. Láthatod, hogy kisebb szöggel szemközt kisebb oldal van, mivel a színusz függvény értéke növekvő a hegyes szögek esetén. A második példa is hasonló. Itt egy háromszög két oldala adott. A 9 hosszúságú oldala a szemközt 40 fokos szög van, a kettő hosszúságú oldala a szemközt pedig alfa szög van. Meg kell határozni alfa értékét. Felírható a színusztétel itt is, mivel egymással szemközt lévő oldalak és szögek adottak a feladatban. 2 per 9 egyenlő színusz alfa per színusz 40 fokkal, mivel a 2-vel szemközt lévő szög az alfa, és a 9 szem szemközt lévő szög a 40 fok. Ebből a színusz alfa egyenlő 2 9 szer színusz 40 fok, azaz 143 ezred, amiből alfa egyenlő 8,21 fokkal. Amikor bármilyen háromszögben adott két oldal és egy szög, vagy egy oldal és két szög, akkor gondolj a színusztétel alkalmazására ahhoz, hogy kiszámold a hiányzó szöget vagy oldalt. Az oldalak aránya egyenlő az oldalakkal szemközt lévő szögek színuszának arányával. Ez a színusztétel. Köszönöm a figyelmedet, remélem hasznos volt neked ez a videó. Nézz körül a csatornámon még több hasonló videóját, illetve vesse egy pillantást az online érettségi felkészítő kurzusomra, amihez most kedvezményesen juthatsz hozzá a videó leírásában szereplő linken keresztül.